Híradónkat látják, köszöntöm Önöket! Megújult a 832-es számú Pápa-Veszprém-Barsány közötti főút több mint 4 kilométeres szakasza. Az útépítés Nagy Gyimót bel- és külterületét érintette. A ma délelőtti projektzáró eseményen dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, megyei fejlesztési biztos, Fekete János a Magyar Közút Nonprofit ZRT Veszprém megyei igazgatója, Pápaváros alpolgármestere, valamint Nagy Gyimót és Dáka polgármesterei voltak jelen. Pápa térségében jelentős útfelújításokat végez a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Elkészült a két tornyulak Dáka útszakasz felújítása, épül a Pápa Borsos-Győri út is. A Nagy Gyimótot érintő 4,4 kilométernyi út felújításának projekt zárójára pedig ma került sor Nagy Gyimóton. Felújítások teljes körűek, hogy úgy mondjam. A külterületi szakaszokon olyan alépítményi problémák voltak itt Nagy Gyimót külterületén is, meg Dáka két tornyulak térségében is, hogy teljes pályaszerkezet cserét kellett készítenünk, úgynevezett remix technológiával, hogy a meglévő burkolat alap ki lett marva, és újra bedolgozva erősítése. Ezzel egy homogén alépítményt kaptunk. Utána minden szakaszon két rétegű burkolat erősítés történt aszfalttal, a vízelvető rendszereket szinte újjá kellett építeni, a szakaszokon lévő buszöblöket is felújítottuk, illetve a hidak is teljes körű felújításon estek át. Ez a térségben 7 hidat érint. A Magyar Közút a felújítások során szalagkorlát és jelzőtábla cseréket is végzett, tudtuk meg a projekt záron. A felújított utak hossza több mint 10 kilométer, melynek közel fele belterület. Erről már dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő beszélt. Ez több mint 1 milliárd forintot meghaladó beruházás volt, részben hazai, részben pedig területfejlesztés és településfejlesztési operatív programból került sor a kivitelezésre. Gyakorlatilag megújult Nagy Gyimót főutcája, két tornyulak főutcája és Dáka főutcája is. A projekt záron Nagy Gyimót polgármestere Szaller Zsolt úgy fogalmazott: nagy pillanat ez a mai a Nagy Gyimótiak számára, hiszen miután Pápának Nagy Gyimót a keleti kapuja, nagy forgalmat bonyolít le az átmenő 832-es számú főút. Régi vágya volt a településnek, hogy megújuljon az elhasználódott útszakasz. Én azt gondolom, minden helyi közösség életében nagyon fontos pillanat minden egyes beruházás. Ahogy az embereknél is mondják, egy-egy ember életében életútja van, így az utak különösen fontosak, hogyha útberuházás valósul meg, hiszen az utak azok összekötnek bennünket, városokat, településeket, barátokat, családokat, munkahelyekhez vezetnek. És nem mindegy, hogy az utat milyen úton tesszük meg, ezért is fontos ez a beruházás, ami most megvalósult. A projekt záron elhangzott az is, a Pápa környéki utak jelentős mértékű felújítása nagy öröm a Magyar Közút számára, hiszen régen volt arra példa, hogy ilyen hosszú útszakaszokat fel tudjanak újítani. Közös egyeztetésre hívta Áldozó Tamás polgármester a piaci árusokat, őstermelőket, üzlethelyiséggel rendelkezőket ma délután a Városházára. A fórumon a polgármester mellett a piac üzemeltetője és a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Ügyvezetője is tájékoztatta az árusokat a változásokról, a tervekről, és válaszoltak a felmerülő kérdésekre is. Mint ismerte, a piac épületének rekonstrukciós munkálatai a tervek szerint augusztus 31-ét követően az épület bontásával elkezdődnek, így a piac ettől az időponttól új helyen a főtéren fog üzemelni. Ahogy a tervezési folyamat haladt előre, egyre jobban kezdtek kitisztulni azok a határidők, amik meghatározzák azokat a kereteket, amik között ez a beruházás majd történni fog. Ma úgy látjuk, hogy van annyi információnk egybe, hogy ezt meg tudjuk beszélni a piaci árusokkal, a kereskedőkkel, hiszen fontos az, hogy ők mindig a korrekt és a pontos és a Városház információt ismerjék. A piaci árusokat a polgármesteren kívül Bakó István, a Városgondnokság igazgatója, a piac üzemeltetője, és Rádi Róbert, a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Ügyvezetője tájékoztatta a munkálatok menetéről, az új piac rendjéről és az árusítás menetéről. Mi el fogjuk tudni azt mondani, hogy a főtéren fog működni a piac, az, hogy egységes installációnak a megteremtésére törekszünk, az, hogy szigorú szabályozás lesz a közlekedésnek. El fogjuk tudni mondani azt, hogy azoknak az üzleteknek a számára, akik most bérleti szerződéssel rendelkeznek a piac épületében, az ő számukra az üresen álló főtér üzlethelyiséget fogjuk kedvezményes áron felkínálni erre a határozott időre történő működésre. És
felkészülünk arra, hogy akkor akár szeptember 1-től, talán most ez látszik a leghatározottabb időpontnak, erről fogunk itt beszélni, a megközelítőleg egy éven keresztül a régi új vásártere lesz a városnak a piac. A fórumon bemutatták az árusító kocsikat is, amelyek az egységes arculatot biztosítják a főtéri árusításhoz, illetve jelen volt az installáció tervezője, hogy mindenki el tudja mondani az igényét, hogy milyen kialakítás lenne megfelelő a számára az árusításhoz. Aki a pápai piacon akar árusítani, az ezt a lehetőséget tudja választani, mi ezt tudjuk kínálni. Mi úgy látjuk, hogy a főtér, mint lehetséges vásártér, egy megfelelő tér erre, illetve létezik az az infrastruktúra, ami ki tudja szolgálni a piacot, például nyilvános WC, és így tovább. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy ez egy jó választás lehet, de majd az idő ezt alátámasztja, vagy megcáfolja. A fórumon mindenki válaszokat kaphatott a kérdéseire, de a városvezetés mindenkit arra kér, hogy közösen beszéljék meg a felmerülő problémákat, hogy mindenki számára kedvező megoldás szülessen. Zsinagógai séták címmel hat alkalmas programot hirdetett a Pápa és környéke zsidó kulturális hagyományőrző egyesület. A programon a zsidóság hétköznapjait, illetve a zsinagóga épületét ismerhetik meg az érdeklődők. Az első alkalom is több tucat kíváncsi pápait vonzott. A 25-i eseményt még öt követi augusztus 29-éig. A Pápa és környéke zsidó kulturális hagyományőrző egyesület egyre több programot szervez a zsinagógában. Rendezvényeik mindegyikére érkeznek olyanok, akik még nem jártak az épületben. Ez indította útjára azt a kezdeményezést, aminek első alkalma július 25-én szerdán volt. A zsinagóga falai között nem csak az épületet lehetett végigjárni, hanem az érdeklődők rövid előadások keretében betekinthettek a zsidóság hétköznapjaiba is. Sikerült a város vezetésével egyeztetni, és most, ugyanha nem is hosszú időre, de szerdánként a mai naptól egészen augusztus utolsó szerdájáig 5 és 7 óra között délután nyitva lesz a zsinagóga, és megpróbáltuk ezt egy kicsit tartalommal is megtölteni, hiszen körül lehet természetesen sétálni az épületben, de úgy gondoltuk, hogy akkor egy kicsit a zsidóságról is legyen szó. A tematikus szerdákon egy-egy témát jár körbe röviden Schmidt Orsolya az egyesület elnöke és Schmidt Dezsőné elnökségi tag. Az első alkalmon a zsinagógák jellemzőiről és a város felekezeti közösségeiről esett szó. Próbáltuk azokat az alapokat megtalálni, amelyek talán legtöbbször felmerülnek kérdésként felénk is. Így beszélünk a zsinagógáról, mint épületről, beszélünk a zsidó ünnepekről, beszélünk a szombat jelentőségéről, a héber nyelvről, illetve a zsidó szimbólumokról, jelképekről, amelyek sok-sok formában megjelennek a hétköznapokban, és lehet, hogy néha sem tudjuk, hogy éppen azzal állunk szemben. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ezek azok a témák, amelyekről mindenképpen szót kell ejteni első körben, de természetesen ezeket aztán lehet boncolgatni, úgyhogy mi ajánlunk is egy-két olyan számunkra is segédeszközként használt szakirodalmat, amelyet akár aztán otthon is fel lehet lapozni, vagy utána lehet járni, hogy miből is lehet még több információhoz jutni. A mostani hat alkalmas zsinagógai séta az alapja annak a zsidó kulturális napnak, melyet szeptember közepén szervez majd meg a Pápa és környéke zsidó kulturális hagyományőrző egyesület. Közel 700 ezer forint adományt juttatott el Salgó Ferenc kanonok plébános a leprás betegek megsegítését végző magyarországi misszió számára. Az adományt levélben köszönte meg a kanonok plébánosnak és az adakozóknak a misszió igazgatónője. Mint írta, a támogatás zavarba ejtő mértéke nagy segítség munkájukban. Az Új ember és a keresztény élet című katolikus folyóiratokban figyelt fel Salgó Ferenc atya a magyarországi lepra misszió tevékenységére. Nagyon megérintette a felhívás, mondta el a kanonok plébános. Ugye tudatunkban úgy van, hogy a leprás betegek gyógyíthatatlan betegek, és hát egy egész életen keresztül szenvednek, és nagyon együttérzünk velük. És ez a szórólap arról is tájékoztatott, hogy a lepra betegsége főleg a kezdeti szakaszban a legtöbb fajta, hiszen több ágazata van, gyógyítható, és nem is olyan nagy ráfordítással gyógyítható. És ez nagyon megérintett, és készülve aranymisémre, rokoni körben is, meg egyéb körökben ugye azért érdeklődtek, hogy hát mire ajándékozzanak, meg minek örülnék, hát mégis szeretnének örömet szerezni nekem. És akkor hát ez helyezte Jóisten a szívembe ezt a gondolatot, hogy ajánljuk föl a lepra misszió javára, hiszen ők nagyon sokat tesznek a leprás betegek gyógyításáért, gyermekek, felnőttek gyógyításáért,
És egy kicsit ezzel is, hogy jó Istennek szeretném megköszönni azt, hogy azért ezt a szép hosszú 50 éves papi szolgálatot megadta, hogy egészségben tudtam végezni, és hát sokaknak bizony a betegség, a szenvedés nagyon végigkísér az életüket, megroppantja a teljes élőképességüket, és hát nagyon örülök, hogy ez igen szép visszhangra talált, és 690 ezer forint adomány gyűlt össze rokonaim és a kedves híveknek az adományaiból. Nagy köszönettel és örömmel fogadta a Magyarországi Lepra Misszió az adományt. Levelükből Salgó Ferenc atya fel is olvasott egy részletet. Ez a köszönet nem csak nekem szól, hanem elsősorban azoknak, akik valóban ezt összeadták, és így az ő munkájukat tudtuk segíteni. És nekünk, keresztényeknek, katolikusoknak, főleg a Szentatyánk is, aki Ferenc pápa nagyon hangsúlyozza, hogy főleg figyeljünk azokra, akik környezetünkben, de szerte a világon az élet peremére szorultak, hogy azoknak nyújtott segítség a legkrisztusibb és legkeresztényibb szeretett szolgálat és tanúságtétel, hogy Krisztus szeretete él a szívünkben. A misszió igazgatónője megköszönte, hogy Salgó Ferenc atya révén támogatás érkezett hozzájuk pápáról. Mint írta, köszöni, hogy a Szent Anna Egyházközség plébánosa szívére vette a lepra misszió ügyét és hordozza azt. Köszönik a jó szívvel adakozók adományát, olvasható a levélben. A lepra misszió fő tevékenységét Indiában végzi. Többek között kórházakat támogatnak. Kongóban szűréseket végeznek. Etiópiában pedig az egészségügyi dolgozók továbbképzését segítik, mondta el Salgó Ferenc atya. Híreink után nézzük, milyen idő várható a hétvégén. Szombaton sokfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan főként nyugaton és a középső tájakon záporok, zivatorok alakulhatnak ki, északi megyéinkben süthet legtöbbet a nap. Délen-délnyugaton helyenként felhőszakadás, jégeső sem kizárt. A zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik, délután 28-33 fok várható. Nem lesz front térségünkben. Vasárnap leginkább keleten, észak-keleten fordulhatnak elő kisebb záporok, zivatarok, az ország többi részén napos, száraz idő ígérkezik, az északi szél azonban többfelé megélénkülhet. Délután 29 és 34 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink, nézzék majd hétfőn is a híradót, mi várjuk Önöket. Jó hétvégét kívánok, viszontlátásra!